világban nincsen nyugalom, forronganak a indulatok, és ez... A honvédelmi miniszter helyettes köszöntötte elsőként a nyugállományú katonákat a Nagy Sándor József laktanyában, akiknek az obsitos program részeként tartottak beszámolót. Varga Tamás elsőként köszönetet mondott a nyugállományú honvédeknek, hiszen azokat az alapokat, ami alapján ma is működik a Magyar Honvédség, ők rakták le. A miniszter helyettes hangsúlyozta, az elmúlt években elkezdődött haderőfejlesztés folytatódik, mi több felgyorsították a programot. Miniszter úr irányításával és vezérkari főnök úr vezetésével felgyorsítottuk, és mindannyian azon dolgozunk, hogy ez a haderőfejlesztés gyorsabb és hatékonyabb legyen. A haderőfejlesztés során nem csak vásárolnak, hanem mindent megtesznek azért, hogy feltámasszák a magyar hadipart is. A katonai szolgálat népszerűsítésére pedig toborzó kampányt indítottak, tette hozzá a miniszter helyettes. Egy ütőképes hadseregre van szüksége Magyarországnak. Erről már a honvéd vezérkari főnök beszélt. Bölöndi Gábor elmondta, jelenleg a politikai szándék és költségvetés is rendelkezésre áll a haderőfejlesztéshez. 30 éves lemaradást kell most behozni. Mindig úgy szerettünk volna operatívabb, hatékonyabb, modernebb haderőt építeni, hogy az olcsóbb legyen. Ez mindig is kizárta egymást, és ez nem valósult meg. Hol tartunk most? Most van politikai szándék, parancs, akarata arra, hogy ütőképes hadsereg legyen, és adják hozzá a költségvetést. Tehát világosan látszik, hogy a fejlesztési források aránya messze meghaladja korábbi éveket. Miért? Mert azért itt most nem 5 évet, hanem az elmúlt 20-30 évet kell majd behozni. A rendezvényen a nyugállományú katonák kérdezhettek is az elhangzottak kapcsán Bölöndi Gábortól, de a javaslatokat és észrevételeket is várta a honvéd vezérkar főnöke.